1944 ősze. Ahogy a fáradt szövetséges csapatok egyre közelebb érnek a német határhoz, már érzik, hogy hamarosan véget ér a háború. De mielőtt még övék lenne a győzelem, életük leghosszabb, német földön vívott csatája vár rájuk. Ez a II. Világháború egyik legnagyobb, legvéresebb csatája, és mégis alig ismerik. Taktikai szempontból értelmetlen. Gyorsabb lenne, ha megkerülnék. Rossz csatát, rossz helyszínt és rossz időpontot választottak. Az összes egységet megtizedelik. A felelősség pedig azokat a rangidős tiszteket terheli, akik ide küldték ezeket az alakulatokat, hogy hajtsák végre ezeket a lehetetlen küldetéseket. Húsdarálóként apostrofálják. Oly sok élet ment pocsékba semmiért, és az emberek alig tudnak erről az eseményről. Szeptembere. A német hadsereg nyomában járó szövetségesek lelassultak. Az utánpótlási útvonalak túl messze vannak, a német ellenállás pedig felerősödött. Az amerikaiak és az oroszok egyaránt Berlinre pályáznak. A szovjetek kelet felől közelednek. Az amerikaiak és a britek elszántan igyekeznek, hogy még előttük Berlinbe érjenek. Ha várunk, ráfizetünk, mert a ruszkik előbb érnek Berlinbe, és teljesen kiszorítanak minket a játékból. Így gondolkodtak a szövetséges vezetők 44 őszén. A nyugati részről a következő stratégiai cél elérni a Rajnáig és átkelni a folyón. A Rajna egy mély, hideg, széles folyó. Hitler már elrendelte a hidak felrobbantását, tehát azelőtt kell odaérni, hogy a hidakat megsemmisítenék. Az elkeseredés másik oka, hogy már annyi borzalmat okozott ez a háború. Holokausztot, éhező civileket, számtalan katona halálát. Minél előbb vetnek neki véget, annál jobb. Az akció kitervelője, Courtney Hodges tábornok viszont alábecsülte a velük szemben álló németek elszántságát. A német 7. hadsereg parancsnoka, Erich Brandenberg tábornok a Rajna mögött alakítanak ki harcállásokat. De Hitler biztosítja afelől, hogy nem sokára megérkezik az utánpótlás, így ehelyett az Aachen-i régiót erősítik meg irdatlanul. Az amerikai hadsereg két fő problémával néz szembe a Hürtgen erdőben. Egyrészt most harcolnak először német terepen. A németek eddig is keményen küzdöttek, a szülőföldjüket védve mindez hatványozódik. A második gond, hogy komoly védelmi rendszerrel állnak szemben olyan terepen, ami számukra még ismeretlen. A német-belga határtól közel 5 kilométerre terül el a háromszög alakú Hürtgen erdő, a németek számára Hürtgenwald, ez a 140 négyzetkilométernyi állami tulajdonú erdőség. Ez egy gazdálkodás alatt álló erdőterület. Sok az egyenes növény, vagyis viszonylag nehéz rejtve maradni. 1938-ban az erdőt a német nyugati fal, azaz az úgynevezett Siegfried vonal részeként megerősítik. A közel tökéletes kupola alatt könnyű erődítményeket építeni, így errefelé nem nagyon vethetők be tankok vagy repülők. Viszont a parancsnok már számos különböző terepen teljesített. Courtney Hodges tábornok harcedzett első világháborús veterán és nagy tiszteletnek örvend. Hodges komoly ismeretekkel rendelkezett az e-féle harcmodor terén. Az első világháborúban részlegesen megvakult, mire megkapta a bíbor szívérdemrendet. De elhajította, mert úgy érezte, hogy nem érdemelte ki. Ő egy ilyen mentalitású harcos. Egy jó nevű georgiai családból származik. Akár tisztként is kezdhetné, de ő direkt a ranglétra aljáról indul. Innen végül egészen az altábornagyi rangig jut, ami igazán lenyűgöző teljesítmény. 44. augusztusában Hodges veszi át az első hadsereg parancsnoki posztját Omar Bradley-től. A maga 4,5 millió katonájával ez Amerika legnagyobb fegyveres ereje. 18 hadosztályból áll, amiket dandárokra, zászlóaljakra, hadseregcsoportokra és több ezer, alig pár tucat katonát számláló szakaszra osztanak fel.
1944. szeptember 14-én az amerikai 9. gyalogos hadosztály már a Hürtgen erdőben van. Ez a pár ezer fő a 39., a 40. és a 60. ezred megtépázott katonáiból tevődik össze. Parancsnokuk Louis A. Craig vezérőrnagy. A 9. gyalogos hadosztály tagjai már több ütközetben is bizonyítottak. Ezek az egységek Hürtgen előtt már több hosszú küldetést végigcsináltak Afrikában és Franciaországban, így igencsak kimerültek. Ezek a harcedzett katonák láttak már mindent. Tudják, mire számíthatnak, ezért beküldik őket az erdő mélyére. A katonai szakértők többsége egyetért abban, hogy erdőben nem indítunk támadást, főleg ha az ellen ilyen jól beásta magát. Ez minden stratéga számára nagy talány. Miért nem kerüli meg Hodges egyszerűen az erdőt? A mai napig vitatkozunk ezen. Az amerikaiak ennyire elszántak voltak. Ezzel azt üzenték a németeknek, hogy nem fogják elrettenteni a szövetségeseket, és az üzenet hangja elért a német legfelsőbb parancsnokságig is. Ez a mentalitás jellemezte Hodges tábornok közelebbi tanácsadóit. Világháborús veterántársa J. Lawton Collins a Guadalcanali csata során szerzett magának hírnevet, itt kapta a Villám Joe becenevet is. Hodges szíve szerint még várna két napot, mire megérkezik az erősítés, de Collins azonnal neki látna a felderítésnek. Végül ő diktálja az offenzíva tempóját. Bemerészkednek az erdőbe, hogy felmérjék, milyen védelemmel állnak szemben. Hát, ha át tudják szúrni az Siegfried vonalat. Az amerikaiak célja lefoglalni a német erőket, nehogy további erősítéseket tudjanak küldeni északra az Aacheni csata helyszínére, és elfoglalni Schmidt városát. A keresztúti városka fontos helyszín. Innen meg lehet indulni vidékre, és kommunikációs központnak sem utolsó. Tehát mindkét fél érdekelt abban, hogy ő uralja Schmidt városát. A 39. és a 47. hadosztály irányelve oszd meg és uralkodj. A katonai kiképzés során az ember megtanulja, hogy ne tegyen fel kérdéseket. Csak csinálja, amit mondanak neki, és legyen ott, ahová parancsolják. Hogy ne túráztassa az agyát a részleteken, csak a küldetés lebegjen a szeme előtt. Ez a mentalitás vezérli őket. Amíg én és a bajtársaim túléljük, jó napot zártunk. A 47. ezred kezdetben elég simán halad. Két napig egy lelket sem látnak. Aztán csak megpillantanak egy autót, benne egy német ezredessel, amit jelentenek is. Egy magányos német tisztet találnak, aki tanácstalanul a helyzetet latolgatja. Szóval szépen foglyul ejtik, kirabolják, majd visszaküldik a német vonalak mögé. Úgy érzik, nincs idejük hadifoglyokat babusgatni. A 39-es is megindul, de ők már ellenállásba ütköznek. Korán sincs olyan könnyű dolguk, mint a 47. ezrednek. A németeknek bőven volt idejük készülni. A saját frontvonalaik mögött vannak, így beássák magukat. Az egész erdő egyetlen hatalmas rejtett csapda, de az ilyet nem szokás az ellenség orra alá dugni. Befészkelik magukat a saját vonalaik mögött. A 39. ezred tovább baktat Lammersdorf körül az erdő szélénél. Még csak nem is sejtik, hogy halálos kelepcébe készülnek bele gyalogolni. A terep és maga az erdő áthatolhatatlan az amerikaiak számára. Az egész egy kész erődítmény. Tele van a németek taposóaknáival, géppuskafészkeivel és bunkereivel. Szinte azonnal komoly veszteségeket szenvednek. Kezdenek rájönni, hogy ez nem lesz éppen sétagalop. Nem tudják, hányan veszik őket körül, nem tudják, hol bujkál az ellenség. A németek sem számítottak arra, hogy a szövetségesek megpróbálnak áttörni az erdőn. A németeket megdöbbentette ez az amerikai manőver.
Eszeveszett akciónak gondolták. Nem is hitték, hogy van akkora mázliuk, hogy az ellenség ezzel próbálkozik. Nem is értették, hogy mit akarnak egy bevehetetlen erőd ellen, egy ilyen áthatolhatatlan erdőben. Hogy dönthettek így az amerikaiak, amikor egészen addig a páncélosaikra, a mobilitásukra és a repülőikre támaszkodtak? Hiszen ezek egyikét sem használhatják egy ilyen sűrű erdőben. A németeket meglepte, hogy egy ilyen ajándék pottyant az ölükbe. A sűrű erdő igencsak alássa a kommunikációs rendszereiket is. Gyatrák a látási viszonyok, és az akkori primitív radarrendszerek nem működnek megfelelően. Aztán hirtelen csak egy valamit hallanak a rádiójukon. Achtung, Achtung! A német Zweifel városában pedig felharsannak a légvédelmi szirénák. Amint a rádió elhal, a katonák úgy érzik, magukra maradtak, hogy már nincs, aki itt támogatná őket. A rádiók nem funkcionálnak túl jól. Van, hogy az elem merül le, van, hogy a jel nem tud megkerülni egy dombot. Az egyik tiszt később azt mondta, hogy az alapkiképzésen megtanult kézjelekkel kellett kommunikálnia a körülötte lévő embereivel. A felderítésből teljes értékű ütközet lesz. Az amerikaiak védekezni kényszerülnek, amihez siralmasan csekély a felszerelésük. Az amerikaiak túlzottan előre siettek. Így jócskán maguk mögött hagyták az utánpótlást. Nincs elég vízük, több napi élelem hiányzik a katonákból. Aki 2-3 napja nem evett, az nem tud hatékonyan harcolni. 2 pusztító hét után a 39. ezred sikeresen beveszi Lammersdorf városát. Nagy veszteségek csekély nyereségért, de annyira elöntötte a vezérkart az eltökéltség, hogy a könyvelésük szerint az eredmény megért ennyi áldozatot. Hodges tábornoknak megvannak a maga céljai. Itt egy város, ott egy csomópont, amott egy tisztás. Így utólag nézve elég önkényesen dönt ezekről, és meglehetősen makacs. Pedig jókora árat fizet értük, több ezer amerikai hal meg látszólag teljesen bagatell célok oltárá. A háború ezen szakaszában Hodges tábornok azt várja, hogy az alacsony morál miatt a németek hamarosan megadják magukat. De teljesen rosszul látja, ugyanis az erődítmények és a tájismeret miatt a németeknél az előny. Szerintem a legtöbb parancsnok inkább megvárta volna, amíg odaér minden utánpótlás. Hiszen a megfelelő számú katonával, tankkal és harci repülővel szétszúzhatná a német erőket. Mert a haderő tekintetében a végén már 5-1 arányban a szövetségeseknél volt a fölény, és ezt ennél a küldetésnél teljesen elpocsékolták. A Hürtgen erdő csatájától azt remélik, hogy tovább építi a D-Day során aratott átütő sikert. Elvégre 150 ezer szövetséges katona szállt partra Normandiában egy nagyszabású kétéltű akció keretében. A tengerpartokon ellenállásba ütköztek, de június 11-én végül teljes értékű győzelmet arattak. Ez megváltoztatja a háború menetét, innen egyenes út vezet Franciaország, majd Nyugat-Európa felszabadításához. Végtelen erőforrásaink vannak, csak a frontra kell juttatnunk őket. Csak nem 2 millió szövetséges katona vár arra, hogy meginduljon. A brit második hadsereg szeptember 3-án felszabadítja Brüsszelt, 4-én pedig Antwerpent. Hitler kétségbe esett lépéseket tesz. Karl von Rundstedt tábornagyot teszi meg a német hadsereg nyugati főparancsnokának, és parancsba adja, hogy támadja meg az előretörő szövetségeseket. Nem adhatják meg magukat, az utolsó töltényig kell harcolniuk. Egy csomó elhivatott náci tart ki a végsőkig. Nem csak a nagykutyák, mint Goebbels, hanem helyenként az utolsó börtönőr is. Sokan csak akkor hagynak fel a parancsolgatással és a gyilkolással, amikor szó szerint kitépik a fegyvert a kezükből. Minél közelebb a vereség, a megtizedelt német erők annál elszántabban harcolnak. Hitler kijelentette, hogy aki visszavonul és felad egy fontos területet, annak annyi. Az állást bármi áron tartani kell.
főleg ha az a Siegfried vonalon van, ugyanis az már német felségterület. Vagyis, aki nem tudja tartani a saját zónáját, azt ki fogják végezni. A németek elkeseredésükben még keményebben küzdenek. Tudják, hogy harc közben kell elesniük, máskülönben hadbíróság elé állítják és kivégzik őket gyávaságért. A fiatal regruták és az idősebb katonák is így gondolkodnak. A parancs az parancs. Ez Hitler Németországa. Az egyénnek nincs választása. Haláláig kell védenie a hazát. Az amerikaiak észak-kelet felé fordulnak, hogy elfoglalják Hürtgen és Kleinhau városát. Ám az amerikaiak száma rohamosan fogyatkozik, így a légkör nyomasztó. Hadzsis tábornok tankokat kér a 3. páncélos hadosztálytól a 39. és 60. ezredek támogatására. Ezeknek viszont át kéne jutniuk az úgynevezett sárkányfogakon, hogy elérjék a sarokba szorított alakulatokat. Páncélos hadosztályok érkeztek, hogy a terv szerint az erdőt átszelve nyújtsanak támogatást. A legénység tagjai fejszéket kaptak, hogy azokkal aprítsák az útban lévő fákat, mert azok túl nagyok voltak ahhoz, hogy a tankok átrappoljanak rajtuk. A katonák átmentek favágóba, hogy utat kreáljanak a harckocsiknak. Mi járt Hadzsis tábornok fejében, amikor bevetette a tankokat? Nem tudjuk, mi állt a döntés hátterében, de a tankok lettek a kijelölt erőforrások. Az erdő hamarosan tele lesz a sárban rekedt, lerobbant harckocsik sorával. Ezek a tankok kiváló célpontot nyújtanak az ellenségnek. Ennyi áldozattal egy tank inkább maga a probléma, sem mint a megoldás. Csak rontanak a helyzeten. Azután, hogy megtizedelik az egységeit, újra kéne gondolnia a haditervet. Ehelyett a tábornok azt mondja, 2 hadosztályt már elvesztettem, megyek tovább, hogy kiküszöböljem az eddigi veszteséget. Klasszikus katonai hiba, amit sokan elkövetnek. Nem Hadzsis az első, és nem is ő lesz az utolsó. Komoly emberáldozat árán, de szeptember 20-ára az amerikaiak elérik a Weiser völgyet. Így már közel vannak céljukhoz, a Schmidt csomóponthoz. Schmidt olyan akár a halál körhintája. Előzőleg ugyanis az összes környező falvat evakuálták. Itt már nincs többé normális élet, az egész régióból csak törmelék marad. Ha nem szed le egy mesterlövész egy beásott bunkerből, akkor egy sárkányfogon akadsz fönt. Az egész zóna a borzalom bölcsője. Gondoljunk bele! Egész nap csaplatunk az erdőben, majd hová lyukadunk ki? Ide. Rajzolni sem lehetne rémesebbet. A németek már 1938-ban elkezdték építeni a Siegfried vonalat. A világháború nagy részében nem is használják, hiszen a németeké támadó háború. Viszont amikor védekezni kényszerülnek, az összes befektetett idő egyszerre megtérülni látszik, mert a vonal roppant értékes. A bunkerek és a földbeásott erődök hálózata olyan gyilkos zónát rajzol ki, amin nagyon nehéz átjutni. Hadzsis és a többi fejes továbbra is úgy véli, fontos lenne elfoglalni Schmidt városát. De hogy jutnak el odáig? Át kell vágniuk az erdőn, ahol egy fás lőtér várja őket, amin nem lesz könnyű átmanőverezni. Pedig logikusan nézve a dolgot, egy szárnytámadással ugyanazt a hatást érnék el. Az első amerikai támadás október 6-án indul meg. 6. és 16. között a 9. gyalogos hadosztály 3000 métert halad előre, mintegy 4500 fős emberáldozat árán. Ezek első világháborús számok. Minden méter másfél ember életbe kerül. Ez bődületes arány. Hogy tarthatnak ki mégis az elgondolásuk mellett? Ennyi áldozat után sem látják be, hogy nagy a baj. A 9. hadosztályt megtizedeli az ellenséges tűz. Az amerikaiak szörnyű veszteségeket szenvednek Schmidtnél. Több ezer katonájuk hal meg pár nap alatt a nagy semmiért. A város fontos célpont a nyugati fal szempontjából, de azért nem ilyen áron. Az ütközet komoly fiaskó.
Ennek dacára az amerikaiak tovább nyomulnak a Monsaui ellátási csomóponthoz. Ám ezért is ismét óriási árat fizetnek. A 9. gyalogos hadosztály létszáma akkorára zsugorodik, hogy az egység képtelen tovább harcolni az erdőben. Október 16-án a csaknem eltörölt divízió némileg megkönnyebbülhet. Courtney Hodges főparancsnok Norman Dutch Cottle vezér őrnagyot bízza meg azzal, hogy álljon a támadó csapatok élére. A 28. gyalogos hadosztály azonnal beveti magát az erdőbe. Ők zömmel a pennsylvániai nemzeti gárda emberei, akiket azzal bíznak meg, hogy oldják fel a patthelyzetet. Úgy érzik, ez kivitelezhető, így a harcedzett katonák biztos léptekkel indulnak meg az erdőbe. És ott hevernek előttük az előző egy hónap hősi halottai. Szó szerint olyan bajtársaik holttestét kerülgetik, akik egy héttel előttük vesztek oda. Azért elég melbevágó belegondolni, hogy mit kellett elviselniük ezeknek a katonáknak nap mint nap Hürtgenben. Az Omaha Beach-en diadalt arató Dutch Cottle hozzászokott a győzelem ízéhez. Ám az itteni német védelem meglepően biztos lábakon áll. A bunkerek mélyéről osztják a halált. Egyes napokon ezrével vesznek oda az amerikai bakák. Azok számára, akik megjárták a Hürtgen erdőt, az egész egy zöldre festett pokol, egy húsdaráló. Október 18-án megérkezik az erősítés Aachenbe. Egy zászlóalj a 28. gyalogos hadosztálytól. És egy brutális ütközetet követően a németek október 21-én kapitulálnak. Aachen elfoglalásával áttörik a Siegfried vonalat a Stolberg folyosónál. Hodges tábornok emberei ezután a tőlük 16 kilométerre lévő Ruhr folyó felé igyekeznek, hogy elfoglalják Düren városát, mielőtt tovább masíroznának Köln és a Rajna felé. A szövetségesek célja, hogy minél előbb megadásra bírják a németeket azzal, hogy tudatosítják bennük, hogy a háborúnak vége. Márpedig az ipari hátország nélkül Németország kénytelen lesz kapitulálni. Mondhatni, hogy ez egy logikus, tiszta célpont. Ezért megindulnak a Ruhr folyó felé. A partok mentén egy csomó kulcsfontosságú erőmű üzemel. Ha el tudják foglalni ezt a régiót, azzal elvághatják az ipari köldökzsinort. Amíg nem járnak sikerrel, Németország előtt továbbra is ott marad a mentőkötél. Hodges tábornok viszont egyéb, kevésbé produktív célok felé is törekszik. Újra és újra rohamot indít Schmidt városa ellen. De a bizonytalan cél csak a halottak számát növeli. A város el- és visszafoglalása a rögeszméjévé válik. Ez rövidlátó gondolkodásra val. Ugyanis megfelelő utánpótlás nélkül képtelenség megtartani egy ekkora területet. Újra és újra elveszíti, amit addig megszerzett. Egy lépés előre, két lépés hátra. Az amerikaiak nincsenek hozzászokva ilyen mértékű veszteségekhez. November 2-án az amerikaiak a 28. hadosztály vezetésével újra támadást intéznek a város ellen. Kizárt, hogy ne tudatosult volna bennük, hogy milyen nehéz feladatot kaptak, miután az első osztag bement. Hiszen az egységek látványosan fogyatkoztak, 1000 főből 300, ha visszatért. Az amerikaiaknak az egész októberük ráment arra, hogy elfoglaljanak egy kicsiny falut, amibe több ezren haltak bele. Ennek dacára novemberben újra megpróbálják. November 3-án a 112. gyalogezred első és harmadik zászlóalja beveti magát a Kál völgybe, azt remélve, hogy elfoglalhatja Commercy-t és Schmidt városait, és elvágja a német utánpótlás útját. Csak hogy az ösvény fagyos terepe igencsak megnehezíti a közlekedést. Az egyik 20 000 fős egységből mindössze 3 000 ember marad. Ez pár nap leforgása alatt 70%-os veszteségi rátát jelent. Ilyen pusztítás után csak nem lehetetlen helyreállítani az egység morálját.
A kezdeti veszteségeik után a németek bizodalma a páncértankjaikban van. November 4-én hajnalban a 166. páncélos hadosztály tankjai ösztüzet zúdítanak a harmadik zászlóaljra. Kikergetik őket a városból, így esélyük sincs ellentámadást indítani. A zászlóalj bunkereiben totális az űrzavar, 133 katonájuk német hadifogságba kerül. Ne feledjük, a németeknek volt idejük erődöket építeni. Ügyesen kihasználták a természet nyújtotta akadályokat. Volt idejük rendezni a soraikat, és jócskán feltankoltak mindenből, amit tüzet és füstöt okád. Úgyis azt a parancsot kapták, hogy bármi áron, de tartóztassák fel a szövetségeseket. Hogy ne hagyják, hogy az ellenség megvesse lábát a Waterland területén. Eközben az amerikai 109. hadosztály azt a feladatot kapja, hogy foglalja el Germetert. De majd 300 méter után váratlan borzalmakkal találják szembe magukat. Egy aknamezőn átkelni sosem kellemes dolog, de az itteni egyenesen horrorfilmbe illő. Bombák, erődök, bunkerek, géppuskafészkek, lövészárkok, csapdánk mindenütt. Az egész egyetlen nagy húsdaráló. A Wildeszau, azaz vaddisznó régió az egész nyugati front egyik legnagyobb aknamezője. 2 méterenként van egy akna, egy legalább 3 kilométer hosszú szakaszon. Hogy jussanak át ezen? Hisz áthatolhatatlan. Kúszva-mászva haladnak, és úgy kell bombákat hatástalanítaniuk, hogy közben lőnek rájuk. Végül fatörzseket kell görgetniük, hogy ezzel indítsák be a robbanást. Ez időigényes, kicsit sem praktikus, és egy ilyen sűrű erdőben egy ilyen művelet az örökké valóságig tart. Hihetetlen, hogy ilyen terület, ember és nyersanyag veszteség után sem tudatosul Hadzsiszban, hogy egy ekkora veszteség már nem éri meg. De hogy hogyan teszik túl magukat egy ekkora veszteségen, és vágnak bele a következő összecsapásba, az már megint egy másik dolog. Végül Hadzsisz tábornok észhez tér, és elrendeli, hogy vonják ki az összes egységet a jelentéktelen, mégis sok áldozatot követelő térségből. Mivel Schmidt városát újra elveszítik, ismét a Ruhr folyó körüli ipari területre koncentrálnak. A forrásvidéken 7 nagy gát van, amik fontosak az árvízvédelem, az ivóvízellátás és a hidroelektromos energia szempontjából. A Schwammenoyel és az Urft gátak között mintegy 150 milliárd liternyi vizet tárolnak. Ez bődületes mennyiségű víz. Ha elszabadulna, az kész rémálom lenne. Ha a németek felrobbantják a gátakat, az nem csak megnehezíti, de talán el is lehetetleníti a szövetséges előrehaladást. November 6-án Hadzsisz tábornok szigorúan titkos jegyzetet kap Simpson tábornoktól, a 9. hadsereg tisztjétől. Biztosítania kell a gátakat, mielőtt a németek katasztrofális árvizet idéznek elő. Hadzsisz ragaszkodik hozzá, hogy a gátakhoz a legrövidebb út a halálos erdőségen keresztül vezet. Hadzsisz újfent fittyet hány a hírszerzés aggodalmára, miszerint a németek azt tervezik, hogy robbantással árasztják el a régiót. Azt feleli, a francba a gátakkal. A fejében az indokolná az erdőn való átvágást, hogy 7 gát is magasodik, ebből 2 között akkora víztömeg van, hogy amennyiben a nácik ezeket felrobbantják, azzal olyan dagályt okoznak, ami jócskán lelassítja a Rajna felé tartó csapatok mozgását, és a szövetséges kommunikációt is erősen gátolja. Még azelőtt a gátakhoz kell érni, hogy a németek akcióba lépnének. Ugyanakkor az említett gátak valóban az erdő túloldalán vannak, de nem az erdőben. Nem értem, hogy miért nem kerülnek egyet dél-kelet irányban. Úgy a folyam mentén haladva szépen sorban elérnének a gátakhoz, és meggátolnák az áradást. Hadzsisz elfogadja, hogy el kell jutnia a gátakhoz, csak előtte még beiktat bizonyos mellékcélokat. És ez a gond, hiszen ha eldönti, mi a végcél, akkor elsődlegesen azt kéne teljesítenie. Az emberek többsége a lehető legkevesebb lépésben akar eljutni a kitűzött célhoz. Hadzsisz viszont
viszont egyre újabb köztes lépéseket iktat be, mert fejben túlságosan ragaszkodik az első világháború során szerzett sikereihez. Annó városról városra haladt, és úgy foglalta el az objektumokat. Őt erre képezték ki. Az a baj, hogy itt is ezt akarja megismételni. Az 57 éves Hodges már sem mentálisan, sem fizikailag nem egykori önmaga. Nem hajlandó figyelembe venni a nála fiatalabbak nézőpontját, sem más alternatívát. Az egész stratégiájára jellemző ez a csőlátás. Hodges kicsit sem érti a katonáit. Egyszerűen hiányzik belőle az empátia. Lehetetlen dolgokat követel tőlük, és nem hajlandó engedni a vélt igazából. Emberi szinten mélységesen megbukik, azt hiszem. A tábornok érdekesen viszonyul az áldozatokhoz. Egy konok parancsnok, aki folyamatosan csak előre akar menni. Viszont több embere is látta összeomlani, mihelyest betette a lábát a kórházba. Egyébként kemény, mint a kőszikla, de amint belép az orvosi sátorba, elsírja magát az ott látott sebesültek miatt. Ám eközben az amerikaiak szénája elég rosszul áll a Kál ösvényen. Tankokat küldeni nem túl jó ötlet. Ilyen pocsék időben pedig még rosszabb. Zúg az eső, ezért a tankok megrekednek a posványban. Egy tapottat sem tudnak tovább haladni. Tehát a legénységet ki kell segíteni, a harckocsikat pedig kerülgethetik. Mindkét oldal szenved el veszteségeket, mire némi emberség érkezik egy nem várt helyről. A német katonaorvos Günther Stüttgen arról híres, hogy ellenséges katonákat is kezel a tábori kórházaiban. November 7-én kapcsolatba lép az amerikai szanitécekkel, így érvénybe lép a három tűzszünet közül az első. A harcok órákra leállnak, így a sebesülteket ellátják és kicserélik a foglyulejtett pácienseket. Több száz katona menekül meg, aki egyébként ott halt volna meg az erdőben. Stüttgent évekkel később kitüntették a tetteikért, amiket azzal magyarázott, hogy csak egy olyan katona tisztelheti riválisát, aki ugyanúgy ismeri a háború borzalmait. De november közepe felé, a rövid szünet után épp oly áldászharcok dúlnak a két fél között, mint korábban. Az időjárás szintén a nácik kezére játszik. Havazik, így az amerikaiak számára még nehezebb kiszúrni a németek által telepített több ezer aknát. Az erdős terep előnyeit végig a németek élvezik, hátrányait pedig végig a megszállók szenvedik meg. Az amerikai offenzíva szépen lassan védekező hadművelettté silányul. Kénytelenek egy helyben maradni és fedezékekben rejtőzködni. Elég jelentős a különbség egy agresszív offenzíva és egy túlélésért küzdő védekező mentalitás között. Ez a reakció elér a magasabb rangú tisztekig is. Ralph Hubner tábornok, a legendás első gyalogos hadosztály, azaz a nagy vörös egyes vezetője hibát követel, amikor J. Lawton Collinsnak jelentés úgy fogalmaz, kordában tartjuk az ellenséget. Collinst felbőszíti a lendületesség hiánya, és megparancsolja Hubernek, hogy készüljön fel a támadásra. Collins és feljebb valója Hodges nem hisz másban, csak az előrenyomulásban. De november közepére egyre több tiszt okolható a kudarcokért. A balhé nagy részét végül Norman Dutch Kota tábornok viszi el. Az általa vezetett 28. gyalogos hadosztályt felmentik a szolgálat alól, helyére a 8. gyalogos hadosztály érkezik. November 16-án pedig kezdetét veszi a királynő hadművelet. A Hürtgen erdei hadjáratnak több fázisa van. Az első 44. szeptemberében kezdődik, és teljes katasztrófa. A második fázis a novemberi királynő hadművelet. Többnyire ugyanazokat a taktikákat alkalmazzák, amik ismét nem válnak be. Viszont most igyekeznek kihasználni az amerikai légifölényt is, aminek már tényleg lenne értelme. De olyan sűrű az erdő, hogy nem sok hasznát veszik a bombázóknak és egyéb repülőknek. A kilátástalannak tűnő helyzetről a 20. század egyik legünnepeltebb szerzője is értesül.
Ernest Hemingway haditudósítóként van kint a fronton. A Couriers magazinba meg is írja az ott tapasztalt rémségeket. Ernest Hemingway 18 napot töltött el a 4. hadosztály 3000 emberével. Van egy krónikásunk, aki testközelből élte át az ottani őrületet. Az egyik legvéresebb akció épp novemberben zajlik le, amikor az egyik ezred megpróbálja elfoglalni Grosszaút. A 3000 katonából közel 2700-an oda is vesznek. Ez 90%-os veszteséget jelent. Hemingway azt írja, hazánk taktikája annyira haszontalan, hogy ezzel az erővel akár le is lőhetnénk fiainkat, amint kiszállnak a teherautókból. Hemingway a Passchendaele-i csatához hasonlítja az ütközetet, ami elég beszédes. Össze-vissza repkednek a golyók. Akit nem talál el közvetlenül egy lövedék, azt könnyen megsebezheti egy fáról visszapattant, gellert kapott srapnel. Kész rémálom, ami ott van. Maga a földi pokol. Hemingway ezzel üzen az otthoniaknak, hogy Párizs, Antwerpen, Brüsszel és Aachen más tészta. Aachen város restaurációja olyan jól sikerült, hogy a menekülttáborból már vissza is költöztek az egykori lakók. A katonai kormányzat munkához látott a rend helyreállt. Nem. Vérszivattyú és szétlőtt fák. Törjük meg a hamis narratívát és tudatosítsuk a népben, hogy a sikernek itt komolyára volt. Hemingway később regényt is ír a tapasztalataiból. A folyón át a fák közé címmel. Egy korábbi profi birkózó még közelebb van az eseményekhez. A 121. gyalogezred G hadseregcsoportjának gépfegyveres szakaszát vezeti. Paul Bösch hadnagy bámulatos figura. A könyvében elképesztő szemléletességgel mutatja be, min ment keresztül a bajtársaival. Bösch hadnagy memoárja leírja, miféle borzalmakat élt át a 121. gyalogezred a sűrű erdő mélyén. Külön harcálláspontot állít fel, hogy meggyorsítsa a fejadag, a víz és a lőszer folyamatos utánpótlását. De a német géppuskások végül két tűz közé szorítják őket, és a pusztításba a tüzérségük is beszáll. A katonák a hálaadást golyózáporban töltik, és örökre agyukba vésődik az erdőpokla. A Hürtgen erdőben harcoló katonáknak nincs idejük arra, hogy megünnepeljék a hálaadást. November 23-án a hadnagy üzenetet kap, miszerint meleg pulyka érkezik vacsorára, amiből minden katonának jut. Ezzel építik a morált. Plusz így tudatosítják bennük, hogy miért is harcolnak. Azért, hogy az otthoniak biztonságban ünnepelhessék a hálaadást szabad emberekként. Bosch tiltakozik. Gyakorlatilag pont a németek felett foglalták el az állásaikat, nem pont ilyenkor kéne meleg ételt falatozni. Még kiszagolnak minket és tüzet nyitnak ránk. Inkább lapuljunk meg, úgy biztonságosabb. Tiltakozása ellenére a hálaadás napi vacsorákat mégis felküldik a főhadiszállásról. A közlegények összegyűlnek, hogy kiosszák az ételt. Hodges arra pályázik, hogy ezzel főoldalra kerül. Hogy a bakák boldogan írják meg az anyjuknak, hogy még a fronton is kaptak meleg pulykát. Ilyen értelemben elég felszínes a gondolkodás módja. Tényleg azt gondolta, hogy egy ilyen húzás megér egyetlen ember életet is? A németek a közelben ólálkodnak, és a forró vacsora illata Boschékra irányítja a figyelmüket. Az eredmény 7 sebesült és 3 halott egy olyan vacsoráért, amit senki sem kért. A 121. ezred folytatja útját a pokoli hálaadás után. Még mélyebbre merészkednek az erdőben, ami megint fatális következményekkel jár. Az ezred mindössze 3 nap alatt elveszíti létszáma 20%-át, a mérleg 15 halott és 600 sebesült. Aknák aktiválódnak, fák robbannak fel. Hányszor van az emberben annyi adrenalin löket, hogy még időben el tudjon ugrani? A katonák egyre fáradtabbak, és egyre fogynak az erőforrásaik.
De a közelről vívott heves tűzharcok közepette, Bosch hadnagy mégis elvezeti a szakaszát Hürtgen falujáig. Embereivel az elhagyatott házakban lel menedékre, miközben mellettük kattognak az automata fegyverek, és sorra robbannak fel az épületek. Bosch hadnagy és a G hadsereg csoport egy brutális összecsapás után elfoglalja a várost, mintegy 350 német hadifoglyot ejtve. Amerikai és német katonák holttestei borítják az utcákat. A stratégiai győzelemben játszott szerepéért a hadnagy megkapja a második ezüstcsillag érdemrendjét. A Hürtgennél aratott győzelem révén az amerikaiak megindulhatnak következő célpontjuk, vagyis Kleinhau faluja felé. A diadalnak hála az ezred végre kellő közelségbe kerül a Ruhr folyó gátjaihoz, ahogy azt a legfőbb parancsnok Eisenhower is kívánja. De a tény, hogy ezért milyen borzalmas árat kellett fizetniük, szinte szóba sem kerül. A parancsnoki struktúrát egészében az elszámoltathatóság hiánya jellemzi. Senki sem firtatja a taktikák mienségét, még a gátak biztosítását óhajtó Eisenhower sem. Talán nem konkrétan neki, de valakinek csak számon kellett volna tartania, hogy hány ember életbe került ez az egész küldetés. Az áldozatok firtatása helyett az első hadsereg parancsnokai megragadják az alkalmat. Hadzsis tábornok november 29-én parancsba adja, hogy el kell foglalni a Brandenburg-Bernstein hegygerincet, hogy az amerikai első hadsereg innen indíthasson támadást és elfoglalhassa a Ruhr folyó gátjait. A több hetes kemény küzdelem után a 28. és a 121. ezred előkészíti a terepet a Brandenburg-Bernstein felé csörtető tankok előtt. A két gyalogezred eléri a hegygerincet, de a németeknek jelentős előnyt nyújt a védekezésben a kastélydombon elfoglalt pozíciójuk. A kastélydomb kiváló védekező állás. Felér egy páhollyal, úgy belátni innen a területet. Csak 11 tank és 140 gyalogos katona maradt. Kell az erősítés, hogy az amerikaiak megvédjék az eddig elfoglalt területeiket. Megjelenik a második Ranger zászlóalj. Ők aztán jól képzett elit katonák. Itt jön ki a különbség a különleges egységek és a mezei gyalogság között. Előbbinél nincs mindig kőbe vésett terv az utolsó mozzanatig, amit görcsösen követni kell. A lépéseken menet közben is lehet módosítani. A különleges egységeknél jóval nagyobb a döntésbeli függetlenség. A rangerök rögtön előre törnek. Hamar felülkerekednek a helyiekkel szemben, és elég erőszakos összecsapásokat vívnak a domboldalt védeni szándékozó németek ellen. A németek növekvő intenzitással tüzelnek a rangerökre, de a D-hadsereg csoport elfoglalja a dombtetőt. Eddig a németek tüzeltek innen, de már a második ranger zászlóalj uralja a dombot. A rangerök közül csak 22 hagyja el épségben a csata helyszínét. 19-en meghalnak, 107-en megsebesülnek, 4 ember pedig eltűnik. De az amerikaiak végre feljutottak a dombtetőre, ahonnan már látszanak a kijelölt gátak. December 16-án a harcban kimerült rangerök mellé megérkezik a 13. zászlóalj. Ám az, hogy a különleges egységek helyett ismét mezei bakákat vetnek be, még megbosszulja magát. A különleges egységek helyett sima gyalogos katonákat vetnek be, akik csak teljesítik a parancsokat. De mindezt egy olyan környezetben, amiből semmi előnyük nem származik. A 13-as nem tudja tartani, amit a rangerök elfoglaltak. A Hürtgen erdőben folytatott küzdelem újfent sötétebb fordulatot vesz, és az amerikaiak legközelebb csak 1945. februárjában tudják majd visszafoglalni a dombot.
A németek azért harcolnak ilyen hatékonyan, mert már ezekkel a hadmozdulatokkal is készülnek az Ardeneki offenzívára, ami a Hürtgen erdőtől délre zajlik majd le. Persze a németek részéről a figyelem középpontjában már ekkor az Ardeneki offenzíva állt. December 16-án a németek megindítják utolsó nagy offenzívájukat az Ardennekben. A szövetséges vezérkar nem is számít arra, hogy a németek ilyen offenzívába kezdenek. Amikor Hitler elrendeli a támadást, a tankok csak egy kimondott ponton rohamoznak. Ez egy ősrégi katonai taktika. Ugyanis ha azt az adott pontot áttörik, azzal meggyengítik a komplett vonalat. Végül közel 100 kilométernyivel tolják beljebb az amerikai vonalat, amivel kirajzolnak egy púpot. Innen a csata neve Battle of the Bulge. December 27-én a Hürtgen erdőt megjárt 83. hadosztály beszáll az Ardenneki csatába. Mindkét oldalon elképesztőek a veszteségek. Ráadásul rettentő hideg van, így az időjárás is szedi a maga áldozatait. De az erdőbéli fiaskóval ellentétben a szövetségesek most jól szervezettek és jól felszereltek. Majd karácsonyra csak összekapjuk magunkat. Britanniában már a nőket is elküldik a tengeren túlra. Támogatnunk, etetnünk kell a fiainkat. Intézni kell az adminisztrációt. Ezzel nyerjük meg az Ardeneki csatát, az extra létszámmal. Eisenhower megérkezik a frontra, és ő is hoz még 200 ezer embert. Ekkora túlerővel mégis mit kezdhetnének a németek? Végül így bukik el Hitler utolsó manővere. Az amerikaiak győznek. Ez volt az utolsó nagy vakmerő német akció az amerikai vonalak ellen. Az Ardenneki ütközet hivatalosan 1945. január 25-én zárul le. De a győzelemnek óriási ára van. A bevetett 500 ezer amerikai katonából 19 ezeren halnak meg harc közben, 47,5 ezeren megsebesülnek, az eltűntek száma pedig legalább 23 ezer fő. Az Ardenneki győzelem komoly fordulópont. Churchill joggal nevezi heroikus diadalnak, de az ember csak nem tud elvonatkoztatni attól, hogy előtte hányan fizettek az életükkel a Hürtgen erdőben. Öt döglesztő hónap után még mindig vannak rendezetlen ügyek a Hürtgen erdőben. 1945. február 10-én az amerikai erők végre valahára elérik a Ruhr folyó gátjait. Rögtön elfoglalják az Urft gátat és ezzel a 75 milliárd liternyi víztömeget. Viszont a Schwanenoiel gáthoz már a németek érnek oda előbb, és felrobbantják a szelepeket, hogy áradást okozzanak a régióban. A németek pontosan azt csinálják, amire a hírszerzés korábban felhívta a figyelmet. Felrobbantják a gátat. De amikor a gát felrobbant, az nem okozott olyan nagy kiterjedésű áradást, mint amire a hírszerzés számított. Csak helyi áradás lett belőle, nem gyilkos árvíz. Bizonyos hadosztályok mozgását azért lassította, de a hadmozdulatok tervezőinek csak csekély mértékben kellett módosítaniuk a terveiket. Február 17-én a 82. légideszant hadosztály megtisztítja az erdőt, amint elér a Ruhr folyóhoz. Az amerikaiak végre maguk mögött hagyhatják a pokol erdejét. A végeredmény 35-60 ezer halott, sebesült vagy eltűnt katona. Az amerikaiak arra használják a pozíciójukat, hogy segítsék a Köln ellen vonuló szövetséges csapatokat. Március 7-én átkelnek a Rajnán, és a fegyveresek tovább masíroznak Berlin felé. Két hónappal később a háború véget ér Európában. Május 8-án Berlin elestével Németország kapitulál, és hivatalosan is lezárulnak a harcok. Nehéz szembenézni azzal, hogy hány katona fizetett az életével a Hürtgen erdőben. Egyrészről látszólag a semmiért haltak meg, másrészről viszont az emberáldozatnak igenis komoly szerepe volt a világháború összképét nézve, hiszen a szövetségesek végül eljutottak Berlinbe és megnyerték a háborút.
Az a legbeszédesebb az egészben, hogy Eisenhower, a legfelső parancsnok, kínosan ügyel arra, hogy ne nagyon említse az áldozatok számát a memoárjában. Pár szót a nácik vereségéről a nyugati fronton. Alig 70 szót szentelt egy 5 hónapig tartó csatasorozatnak, ahol az áldozatok száma 35 és 60 ezer közé tehető. Eisenhower legfelső parancsnoknak politikai ambíciói vannak. Ő lesz az Egyesült Államok 34. elnöke, és egészen 78 éves koráig él. Courtney Hodges továbbra is nagy tiszteletnek örvend, ő 1949-ben vonul vissza a hadseregtől. A történelem helyesbítette a narratíváját, hiszen ma már nem makulátlan hősként vagy katonai géniuszként tekintünk rá. De szerintem helytelen lenne kizárólag őt okolni. J. Lawton Collins még egy bő évtizedet húz le a katonaságnál, és egészen 91 éves koráig él. Norman Dutch Kota nem kap több előléptetést, sőt, romló egészségi állapota miatt végül kénytelen leszerelni. Paul Bosch hadnagy túléli a Hürtgenerdő vérzivataros kalandjait. Memoárja más beszámolókkal egyetemben hűképet fest a katonai történelem ezen méltatlanul elfeledett fejezetéről. A második világháború története tele van mulasztásokkal. A Hürtgenerdő históriája több figyelmet érdemelne már csak azért is, hogy az utókor tanuljon a bal lépéseiből. A Hürtgenerdő túlélői még évekig élénken hordozták az emlékeket. A felrobbanó fák hangját, az aknamezők pusztítását, a haldokló bajtársak látványát. Hogy miért olyan fontos mindez? Hogy miért kellene tanulnunk az amerikai hadsereg vereségsorozatából? Csak vessünk egy pillantást a résztvevőkre. Szerintem a történet hűen tükrözi, mivel járt a hadviselés, és milyen pusztításra voltak képesek a felek. Megmutatja, milyen katasztrofális következményekkel járhat az, ha menet közben derül ki, hogy az előre kigondolt terv mégsem olyan jó, mint hittük.